Üdvözlök mindenkit, Sós Vercsek Zsuzsanna vagyok, ahogy a bemutatásban hallhattuk. Én a United Way Magyarország civil szervezetnél dolgozok, annak a közösségi programmenedzsere vagyok. Civil szervezetként minket mindig az motivál, hogy olyan problémákra reagáljunk, melyek hiányoznak, vagy kevésbé kapnak hangsúlyt az oktatási rendszerben. Most is egy ilyen feladatra vállalkoztunk, és egy olyan csomagot hoztunk létre, mely az online és az offline oktatás határmesdjéjén mozog, mind a kettőben alkalmazható alapvetően, de egymás hatását próbálja kezelni valamilyen módon. Engedjétek meg, hogy én is tegező hangnemben folytassam az előadást, valószínűleg úgyis így jön neki természetesen, úgyhogy köszönöm a megértéseteket. Sokat hallottunk már a konferencián arról, hogy milyen készségek, képességek kellenek azok, hogy kellenek ahhoz, hogy sikeresen valósítsuk meg az online oktatást, illetve milyen oktatási kérdések és dilemmák merülnek fel a gyakorlatból. Én most egy kicsit más szemszögből szeretném megvilágítani a távoktatás tapasztalatait. Az előadásom címeként is egy idézetet választottam, el fogom mondani, hogy kitől származik, csak abból a kancsóból tudunk önteni, amit előtte mi is feltöltöttünk. A következő körülbelül 10 percben arról szeretnék beszélni, hogy mit tudunk tenni iskolai környezetben magunk és pedagógusként diákjaink érzelmi erőforrásainak feltöltéséért, és ezáltal rezilienciájuk erősítéséért. Mielőtt azonban elkezdeném a bemutatót, kicsit rendhagyó módon szeretnék egy kis improvizációs gyakorlatot bevinni ide közétek, remélem megengeditek nekem. Kicsit szabotálom ezzel a csetet, remélem, hogy az előadók, illetve a szervezők nem fognak ezért megharagudni rám. Azt szeretném kérni tőletek, hogy csetben egy olyan dolgot írjatok, ez lehet tulajdonság, rutin, nevelési módszer, bármi, direkt hagytuk ilyen tágra ezt a kategóriát, írjatok, ami eszetekbe jut a rezilienciáról, azaz a rugalmas ellenálló képességről. A dolog pikantériája, hogy azt kérem, hogy a keresztnevetek kezdőbetűjével válaszoljatok a csetben. Lehet egy vagy két szó is, de hogy egy kicsit gondolkodjunk ezen. Én is fogok írni, hogy ne hagyjalak benneteket ebben a dologban egyedül. Erre hagyok mondjuk egy percet, és nagyon köszönöm, hogyha pár dolgot beírtok, ami eszetekbe jut. Ah, nagyon jó. Nagyon jó. A G és a Z betűsök, illetve a kettős betűsök hátrányban van, nagyon jó megoldásokat találtatok. Köszönöm. Szuper. Szuper. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Akinek még jut eszébe, nyugodtan írja. Szuper. Köszönöm szépen. Van a nagyon-nagyon... Nagyon kreatív megoldások. Szuper. Ebből is látható, még nyugodtan írjátok, hogyha eszetekbe jut, én addig elmondom, hogy ebből is látható, hogy mi minden köthető a rezilienciához, és mennyi mindennel érdemes foglalkozni akkor, ha szeretnénk fejleszteni alkalmazkodó képességünket. És hogy miért fontos az iskolai közegben? Hát az a hírem, hogy nincs ez másként, az iskolában sem, ott is érdemes ezzel foglalkoznunk, hiszen a karantén és a távoktatás tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy az iskola oktatási funkcióján túl biztonságot, kötődést és rendszerességet is jelent a diákok számára. Hoztam pár gondolatot a diákoktól, amiket nekünk jeleztek vissza. Egyikük azt mondja, hogy a távoktatás alatt sokszor felkelni sincs kedve. Másikuk arról val, hogy rájöttem, hogy jó dolog, ha vannak keretek. Kicsi meglepő lehet ez az állítás, de vannak ilyen felismerések is. Harmadik diákunk pedig azt jelezte vissza, hogy mindig szerettem gép előtt ülni, de azért ez már durva. Tehát, hogy nagyon különböző visszajelzések lehetnek, köztük meglepőek is előfordulnak ezek közül. De az biztosan látszik, hogy az iskola és az annak arcát, gerincét képző pedagógusok stabilizáló és érzelmi biztonságot jelentő funkciói nagyobb hangsúlyt kapnak ebben az időszakban.
és hogy mi hogy próbáltunk reagálni erre, annak érdekében, hogy civil szervezetként erősítsük a pedagógusokat az érzelmi biztonság megteremtésében, és képesítjük őket arra, hogy a diákoknak is segítsenek ebben a nehéz helyzetben. Komplex megközelítési módszert alkalmaztunk. Egyrészt partnerekkel közösen összeállítottunk egy gyakorlatgyűjteményt, melynek címe Végre együtt, 51 gyakorlat az újrakezdéshez. Ebben főleg offline feladatokat találtok, de pont azért, hogy ez ne csak az offline világban tudjon létezni, egy előadássorozatot és gyakorlati webinársorozatot is szerveztünk azokban a témákban, melyek a Végre együtt kiadványban is megjelennek. Mindjárt el fogom mondani, hogy melyek ezek a témák. Tehát próbáltuk több oldalról megközelíteni ezt a témát. És hogy milyen témákat dolgoztunk fel? Egyrészt van egy kis módszertani témánk, az úgynevezett energizerek vagy ráhangolódások, kicsit hasonlóak, mint amit én is próbáltam az előadásom elején csinálni. Több improvizatív, de nem csak ilyen típusú feladatok vannak. Második témánk az ön- és társismeret, majd az együttműködés, a kommunikáció és érzelmi intelligencia, probléma megoldás és a karantén időszak feldolgozása. Ezt fogok egy-egy példát mondani néhányra, most sajnos nincs arra lehetőség, hogy ezeket kipróbáljuk, de el fogom mondani, hogy hol éritek el a kötetet, illetve hogy hol éritek el a webinárokat is. Viszont most még egy kis interakcióra szeretnélek kérni titeket. Mielőtt még belemegyünk abba, hogy milyen folyamatot érdemes tervezni egy ilyen típusú munkánál, arra szeretnélek kérni titeket, szintén kicsit rendhagyó módon, hogy a Zoom reakció gombjainak segítségével mutassátok meg nekünk azt, hogy ha foglalkoznátok ezek közül a témák közül valamelyikkel, akkor melyiknek látjátok a legnagyobb szükségességét jelen helyzetben. Úgyhogy majd mindjárt mondom, hogy amikor azt mondom, hogy most, akkor lehet elindítani. Remélem, hogy nektek is olyan zoomotok van, mint nekünk. Hogyha nem, akkor nyugodtan használhatjátok megint a chat funkciót, csak hogy még egy kis nehézséget okozzunk. De ha látjátok ezeket a képeket, akkor arra kérlek, hogy háromra nyomjátok be azt, ami számotokra a legközelebb állítva, amivel szívesen foglalkoznátok első körben. Úgyhogy azt mondom, hogy 1, 2, 3. Ez most nem... Együttműködés. Sokszor megjelenik. Szuper. Köszönöm szépen, próbálok itt görgetni a nézők között. Szuper. Köszönöm szépen. És hogy hogyan tervezzük meg ezeket a folyamatokat? A kézikönyvben próbáltunk egy módszertani bevezetőt is belefoglalni annak érdekében, hogy mankót kapjatok ahhoz, hogy hogyan érdemes elkezdeni egy ilyen tervezést. Tegnap Prievara Tibor előadásában is hallottuk, hogy érdemes tanulási időszakokat, tanulási folyamatokat tervezni, úgyhogy ehhez próbáltunk mi is mankót adni. Az első legfontosabb lépés a szembenézés azzal, hogy mi az, amiben mi jók vagyunk ebben az időszakban, mi az, ami a gyengességünk, és hogy mit tartanám meg, illetve hogy mit nem tartanám meg ebből az időszakból, illetve a gyakorlatunkból. A második lépés a diagnózis, akár a diákok spontán visszajelzéséből, illetve tudatosabb kutatás alapján felmérni azt, hogy a diákoknak mire van szükségük ebben az időszakban. Majd a tervezés. Tervezzük meg a folyamatot, építsünk be olyan mérőeszközöket, amik a hatékonyságot növelik, ezeket nem kell túltervezni, nagyon sokszor egy-egy folyamat túl van tervezve mérőeszközökkel, ezek mind azt szolgálják, hogy információt kapjunk egy-egy folyamat sikerességéről. Megvalósítás, kezeljük rugalmasan a megtervezett folyamatot, merjünk újra tervezni. És a reflexió, építsünk be reflexiót egy-egy foglalkozás keretében, hiszen így vagyunk képesek mi is tanulni.
illetve a diákok is tudatosabban tudják elérni ezeket az eredményeket. Egy kicsit visszalépek az előző témához, vagy az előző szlájdhoz, és szeretnék pár példát mondani a különböző témákra, nem fogok mindegyikre mondani, és hogy lássátok, hogy hogyan lehet egy online, és milyen típusú gyakorlatokat tettünk be ezekbe ebbe a kézikönyvbe, illetve a webinár sorozatba. Tehát például egyébként ezek néha átfedésben vannak, nyilván ez a ti pedagógiai kompetenciátok, hogy mit, mikor választotok ki, ezt nem fogjuk mi megmondani, hogy milyen sorrendben, illetve milyen fokozaton használjátok ezeket. Az ön és társismerete egy példa, a feladat leírás, a csoport profil leírás. Alakítsunk 3-4 fős kis csoportokat, és rajzoljon minden kis csoport egy embert a csomagoló papírra. Ez ugye offline módon működik. Ha online és zoomoltok, akkor a whiteboardot lehet használni, de egyébként az is lehet, hogy egy nagyon sima péntet is meg lehet osztani, és arra majd a pedagógus ír. Miközben függesszük ki egy nagy csomagolópapírra, hogy az egyes testrészek, fejláb, stb. Mit szimbolizálnak. A csoportok feladata az, hogy megtalálják csoporton belül a közös nevezőket. Például mindannyian szeretik a pizzát, ezért a has területére egy pizzát rajzolnak, mindannyian szeretik a jazzzenét, ezért a fül területére egy trombitát rajzolnak, és így tovább a többi testrész esetében is. Majd a csoportok bemutatják kész profiljaikat, a többiek pedig kérdéseket tehetnek fel neki. Tehát alapvetően látjátok, ezek kisebb típusú feladatok, amiket akár az online vagy offline órákba is be lehet építeni, vagy a szünetekbe, illetve az egyéb iskolai tevékenységekbe is. Szuper. Még egyet nézek. Kommunikációra egy példa, érzelem activity leírás. Elmondjuk, hogy most érzelmekkel fogunk foglalkozni, hiszen azok erősen befolyásolják életünket és működésünket. Kis csoportokat alakítunk, mindegyik csoport valamely tagja húz egyet az előre elkészített érzelemkártyákból, például öröm, bánat, megvetés, félelem, stb., és próbálja elmutogatni többieknek a kártyán lévő érzelmet. Az a csapat kap pontot, amelyik eltalálta, hogy mi szerepelt a kártyán. Az a csapat győz, amelyik a legtöbb pontot szerezte. A legvégén kérhetünk egy vagy két diákot, hogy osszon meg az osztállyal az egyik érzelemhez társítató saját történetet. Tehát ez már kicsit a feldolgozást is segítheti. Amint látjátok, alapvetően nem túl bonyolultak ezek a feladatok, illetve valószínűleg sokat már ti is végeztetek. Ami talán újdonság lehet ebben a megközelítésben, hogy hogyan segítik ezek a feladatok azt, hogy feldolgozzuk a körülöttünk lévő nehéz helyzetet, illetve, hogy az előbb említettem, a tudatosság szintén nagyon fontos ebben a tervezésben. Visszamegyek a... Én is szeretném megemlíteni partnereinket, hiszen tegnap már kiderült, hogy a pedagógusok egyik erőssége az együttműködés, és mi is szerettünk volna ezzel a csomaggal példát mutatni ebben. Úgyhogy szeretném megköszönni a Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal, aki a munkát felügyelte, a Connect Egyesületnek, az Osonó Színház Műhelynek, a Rocsers Személyközpont Óvoda és Általános Iskolának, és a Burattino Általános Iskolának és Középiskolának, hogy hozzájárultak a kézikönyvhöz, illetve köszönjük trénereinknek és szakértőinek, közülük Földes Péternek is, hogy részt vett a webinár sorozatban, illetve még kiemelném Somkovi Bernadettet, aki a házigazdája volt ennek a webinár sorozatnak. És Bettitől származik az az idézet is, amit az előadásom elejére kitűztem, és ezzel szeretnék búcsúzni is. Vigyázzunk magunk lelki egészségére, vigyázzunk a diákjaink lelki egészségére, legyünk tudatosak, merjünk hibázni és újra tervezni. A kiadvány és a webináriumok videó felvételei elérhetőek a United Way Magyarország honlapján, és a Canvas-re is feltöltöttük őket nektek, ott is eléritek. Nagyon köszönöm a figyelmet, bátorítok mindenkit, hogy használjátok ezeket a módszereket. Jó munkát kívánok nektek, köszönöm. Köszönjük szépen, Zsuzsi. Én
azt nagyon fontosnak gondolom kiemelni, hogy hihetetlenül reflektív az a működés, amikor körülnézünk, és azt mondjuk, hogy megjött a koronavírus, karantén van, rosszul vagyunk, mi most a dolgunk, mint civil szervezetnek. És megjön a válasz, és irgalmatlan munkával egy egészen nagy csomag, módszertani segítség nagyon rövid idő alatt megszületik, és azt gondolom, hogy ez a reflektivitás az, ami inspirál meghallgatva ki a maga területén, amikor reflektál egy kihívásra, és én különben nagyon ezt érzem a Tempusz Tudásmenedzsment csoportjában, akiknek megadom a szót, hogy a tanulás jövője pedagógus közösségek az online térben című előadásotokat mutassátok be. Valójában itt a tudásfogalomnak, a tudáskörnyezetnek a megváltozására reflektáló kezdeményezést fogunk most megismerni, hogyha én jól gondolom, nekem ez a vízióm róla, átadom a szót Bercinek.